Kedves végzősök! Engedjétek meg, hogy néhány üzenettel és gondolattal tegyük emlékezetessé az érettség előtti utolsó órákat. Tavaly az akkori 12-eseket sajnáltuk, hogy elmaradt a ballagásuk. Ki gondolta volna akkor, hogy egy évvel később még rosszabb lesz a helyzet. Meg annyi iskolai élmény, dolgozatok, puskázások, felelés előtti izgulások, reggeli késésre kitalált történetek, táborok, könyves kupák és éjszakai sportnapok maradtak ki mindannyiunk életéből. A színes könyveses mindennapokat, amit elvett tőlünk a vírus, semmi sem pótolhatja. Pont az hiányzott, amiért könyves a könyves. A történelem során a gimnázium túlélt világháborúkat, szabadságharcot, és most ezt a járványt is túlfogja. Most ti, kedves végzősök, ti vagytok az iskola legerősebb pillérei. Bízunk bennetek! És reméljük, az a szellemiség, amit a könyvestől kaptatok, végigkísér egész életeteken át, és különleges helyet foglal majd el örökre a szívetekben. Most pedig engedjétek meg, hogy meginvitáljalak titeket az érettség előtti utolsó online órátokra. Nyomjunk közösen a virtuális join gombra, és kezdődjön az az utolsó óra. Örkény István, az élet értelme. Ha sok cseresznye paprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi. Épp oly piros, épp oly erős. De mégse koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag tesz. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, és ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. Kedves érettségizők! A vizsgák okozta feszültség oldására hallgassatok meg néhány matematikai villámtréfát. Első. Mi a legfájdalmasabb a matekban? A szemben levő szög. Másik. Ferike, egyedül oldottad meg a leckédet? Nem, tanárnéni, két ismeretlennel, X-el és Y-nal. Végül az utolsó vicc. Mi a különbség egy átlagember és egy matematikus életmódja között? Az átlagember halmozza az élvezeteket, a matematikus pedig élvezi a halmazokat. Sziasztok! Én ultrabaul egy verset szeretnék Pierre de Coubertin-től, legalábbis a részletét szeretném nektek felolvasni. Irodalmi értéke csekély, azt meg kell hagyni, de a mondani valója az viszont lényeges. Na akkor a vers. A szépség vagy te sport, a testeket te formálod nemessé, elűzöl romboló vadszenvedélyeket, acéllá egyszer lankadatlanul. Lábak, karok, törzsek összhangja és tetszetős ütem tőled való. Bájt és erő te fűzöl együvé, szilárdá és rugalmassá te tész. Tisztesség vagy te sport, ha tőled jő, igaz kincs a dicséret. Csak derék munkával nyerhető a versengésnek görbe útjai, s hitványfogások sorsa büntetés. Megvetéssel sújtanák, aki a pálmát álnok csellel küzdené ki. Liebe Schülerinnen und Schüler, hallo, schönen guten Tag. Ich möchte mich mit ein paar Gedanken an die schöne Zeit erinnern, die wir zusammen verbracht haben. Ich hoffe, dass ihr nicht bereut habt, diese Sprache zu wählen, Deutsch zu lernen. Und so habt ihr nicht nur die Sprache, sondern auch ganz viel über die deutschsprachigen Länder und ihre Kultur gelernt. Es war eine große Herausforderung, euch zu unterrichten, aber es hat mir Spaß gemacht, ehrlich. Zum Schluss ein paar schöne Erinnerungen. DW Punkte, Stadtrundfahrt in Wien, Nikos Weg, die Telenovella Jojo, sogar die Sterne folgen dir. Viele, viele Hausaufgaben, Abitur und Sprachprüfungen. Herr der Diebe und die 99 Luftballons.
Ich wünsche euch allen viel Glück zum Abitur. Ich drücke euch die Daumen. Tschüss! Sziasztok! Én a Tarisznyátokba a könyvtár mottóját szeretném tenni. Ne felejtjétek! Szoba könyv nélkül olyan, mint test lélek nélkül. Olvassatok sokat, sikeresebb, jobb emberek lesznek. Fogadjátok el, hogy a barátok jönnek és mennek, de van egy pár, akikhez érdemes ragaszkodni. Dolgozzatok keményen, hogy a földrajzi és az életvitelbeli eltávolodásaitokat áthidaljátok, mert ahogy öregszetek, egyre nagyobb szükségetek lesz azokra az emberekre, akik ismertek fiatalon. Kedves 12-esek! Matematika tanárként a matek érettségéhez szeretnék néhány tanácsot adni. Az első, hogy olvassátok el a feladatot. A második, hogy mielőtt elkezdenétek számolni, olvassátok el a feladatot. A harmadik, hogy mielőtt választ írtok, vagy a következő feladatra térnétek, olvassátok el a feladatot. Nagyon sok sikert kívánok mindannyiótoknak az érettségi vizsgákhoz, és azt, hogy soha ne felejtsetek el olvasni. Kedves végzősök, így az érettségi előtt minden jót kívánok nektek, és egy kis Vörös Sándor verssel szeretnék sok sikert az érettségihez. 10 lépcső. Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Olcsd ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Űzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod, a teljesség legyél te magad. Kedves végzősök, én 12 éve voltam abban a helyzetben, mint ti vagytok most, és szerintem a jövő héten ugyanannyira fogok izgulni értetek, mint annó saját magamért. Ti is izgulhattok, az normális, de félni viszont abszolút nem kell. Hogyha pedig túl vagytok mindezen, akkor pedig boldog ünneplést kívánok mindenkinek. Mi pedig körülbelül másfél hónap múlva biztosan találkozunk a díjátadó ceremónián, ahol már ti is egy ilyen szép bizonyítvány büszke birtokosai lehettek. Remélem a tiétekbe azért majd szebb eredmények kerülnek, mint az enyémbe. Drága végzőseink, sajnálom, hogy nem gyönyörködhettünk a szalagavató táncaitokban. Most ugye úgy dukálna, hogy ti gyönyörködjetek a miénkben, de jobban járunk, hogyha az angol királyi balettszólistáit hívtam meg, hogy szórakoztassanak benneteket, gratuláljanak nektek a rengeteg erőfeszítésére, amit a tulajdonképpen mindvégig, de különösen az utolsó másfél évben tettetek. Élvezzétek, legyetek ilyen energikusak a vizsgák alatt, mint a táncosok, és ha egy picit még az életre is kitekinthetünk, akkor annyi a tanácsom, hogy töltekezzetek továbbra is tudománnyal, művészettel, szeretettel, szerelemmel. Sziasztok! Én egy tanmesét hoztam nektek. A címe Hogyan látunk? Egy fiatal pár új házba költözik. Első reggel, reggelizés közben a fiatalasszony kinéz az ablakon, és látja, hogy a szomszéd teregeti a ruhákat. Milyen koszosak azok a ruhák, mondja a férjének. Lehet, hogy nem tudja, hogyan kell rendesen mosni. A férj végighallgatja, és csendben fogyasztja a reggeliét. Ez így megy a következő napokban is, amikor a szomszéd kiteregeti a ruhákat, a fiatalasszony ugyanazokat a megjegyzéseket teszi rá. Egy hónappal később a feleség meglepődve veszi észre, hogy a szárítókötélen tisztára mosott ruhák sorakoznak, és ezt meg is jegyzi a férjének. Nézd, végre valahára megtanulta a szomszédasszonyunk, hogy hogyan kell rendesen kimosni a ruhákat. Vajon ki taníthatta meg rá? A férje akkor felnéz, és így szól. Ma korán reggel felkeltem, és megtisztítottam az ablakokat.
így van ez az életben is. Ahhoz, hogy hogyan látunk embereket, ez mindig azon múlik, hogy mennyire tiszta az az ablak, amelyen keresztül nézzük őket. I like to meet old friends again and keep in touch by talks or letter. By some things go from bad to worse, old friends just go from good to better. Kedves végzősök, minden évben így érettségi előtt magyar tanárként nagyon erősen szoktam azt érezni, hogy milyen sok mindent nem mondtam még el nektek. Hát így most idén ebben a nagyon-nagyon furcsa és fejed tetejére állt világban, amiben hónapok, illetve hát lassan egy éve élünk, ezt nagyon-nagyon fokozottan így érzem. Egy nagyon erős hiány maradt bennem ezzel kapcsolatban. És hát szembe kell néznem vele, hogy én ezt már nem fogom tudni nektek elmondani, és nem fogom tudni pótolni mindezt. De van egy jó hírem, van egy nagyon nagy szerencsénk, nevezetesen, hogy létezik az irodalom, hogy vannak könyvek, amelyek azt gondolom, hogy mindazt a tudást és mindazt a gondolatot és érzést tartalmazzák, amit én ilyen módon nem tudtam már közvetíteni nektek, illetve nem tudtam közvetíteni, és nem fogok tudni közvetíteni már a későbbiekben, úgyhogy szerencsére van mihez fordulnunk, és fordulnatok a következőkben is, olvassatok minél többet, regényeket, verseket, novellákat, bármit. És ezt a gondolatot szeretném most megerősíteni egy olyan ember szavaival, aki azt gondolom, hogy nálamnál sokkal jobban értett a szavak művészetéhez, és sokkal jobban értett az irodalomhoz, akire gondolok, és akiről beszélek, ő Kányádi Sándor. Úgyhogy szeretném felolvasni nektek egy versét. Volna még. Pedig volna még valami mondani valóm. A nyíló nárcisz mezőkről például, az alkonyi szélben riadtan lobogó hegyi füvekről. A hegyekről, a folyókról, égről és földről, a tengerekről, az óceánok alatt vergődő tűzhányókról, a szerelem végtelen napi egyenlőségeiről, amikor az idő is ellankad, mint a patak, a szomját oltja benne a szarvas. Egy szóval kettőnk dolgáról, az emberiség nevében, volna még, talán volna még. Bonjour, chers élèves, Ádám, Csenge, Eszter, Katinka, Kitty, Noémie, Szinti. Je vous souhaite bon chance pour les examens de bac. Soyez créatifs et sages. Et après, découvrez de nouveau que la vie est belle. Et surtout, n'oubliez jamais, le style c'est l'homme. Au revoir. Kedves végzősök! Az az érdekes felismerésem támad, hogy van köztetek olyan, akivel több időt töltöttem különböző táborokban, mint matek órán a könyves falai között. El is gondolkodtam ezek után, hogy de mit tudtam én ilyen kevés idő alatt megtanítani nektek? Azért elég sok mindent. Például azt, hogy mitől lesz más a leányzó fekvése? Vagy mi az, amit besöpörhetünk a matematika szőnyege alá? Hisz tudjátok, csak az létezik, amit akarunk, hogy létezzen. Az csak ti értitek, hogy ezek mind nagyon hasznos ismeretek matematikai érettségi előtt. Ja? És még a kártyát is megismertétek a matek órákon, de mégsem lettetek hamis kártyások. Most egy nagy kártyajáték előtt álltok, de ezt a játékot most ti fogjátok nyerni. All in, sikerülni fog! Amikor megtudtam, hogy 30 másodpercem lesz beszélni, elgondolkoztam, vajon mire lehet ez elég? Semmire. Jutott először eszembe. Vagy talán mégis valamire? Igen, jöttem rá. 30 másodperc elég arra, hogy rápillancs az érettségi eredményére, sőt, hogy elolvasd.
azaz félpercben ott lehet 12 év munkájának eredménye. Egy következő 30 másodperc elég egy kacagáshoz, egy könnycsepp gördüléséhez, elég az Olajos Hordó című kis csillagdal refrényének meghallgatásához. Igen, tényleg elég. Ellenőriztem. Ez épp 12 másodperc. Kívánok nektek nagyon sok élményektől sziporkázó fél percet. Kívánom, hogy az érettség bizonyítvány elolvasásának 30 másodperce egyszerre legyen boldog, megható és méltó. És igen, már több mint fél percet beszéltem. Kedves végzősök, ismerős és ismeretlen ismerősök. Hamubosült pogácsa helyett fogadjatok tőlem szeretettel egy ősi ír áldást. Legyen előtted jól kitaposott út. Hátad mögül fújjon mindig a szél. A nap melegen süsse arcodat. Az eső puhán essen földjeidre, és még újra találkozzunk, hordozzon tenyerén az Isten. Az összes felelhető évkönyvet végigböngésztük, keresve, hogy volt-e már korábban olyan évfolyam a könyvesben, amelynek elmaradt a szalagavatóbája és a ballagása is. Megmondom őszintén, nem találtunk ilyet. A koronavírus járvány a ti évfolyamotokat érintette talán legsúlyosabban, és nem csak ezek a nagy ünnepi rendezvények maradtak ki az életetekből, hanem a 11-es, 12-es két legszebb diákévetek valamennyi öröme, boldogsága, élménye. Ennek az összeállításnak, amit most néztek, a műfaja az, hogy búcsú videó, de azt szeretnénk, hogyha nem ez lenne a végső, az igazi búcsú, hanem ezúton szeretettel meghívlak benneteket a Könyves Kálmán Gimnázium idei fáklyás ballagására és ballagására, amelyet május 27-én este és 28-án délután a szokott időben fogunk megtartani. Ne legyen olyan évfolyama a könyvesnek, amelynek teljes mértékben elmarad a ballagása, és nagyon várunk benneteket, és ezen a két estén, illetve délutánon nagyon nagy élményeket kívánunk nektek. Engem hagytak a végére, az összeállítás végére, azzal a feladattal, hogy most valamennyi diáktársatok, valamennyi tanárunk nevében nagyon sok sikert kívánjak nektek az elkövetkező 3 hétre, az érettségi 3 nehéz hetére, sok jó megoldást, sok pontot, sok helyes választ, sok szerencsét és sok izgalmat kívánok mindannyiótoknak, minden beletek.